Az elmúlt hetekben gyakran változik a fagyos és enyhébb időjárás hazánkban, és sok a csapadék is. Ez az időjárás kimondottan rosszat tesz az utaknak, a városgondnokság ezért folyamatosan végzi a kátyúzást a város útjain. Székesfehérvár területén a kátyúzási munkák gyakorlatilag folyamatosan történnek. Ezzel csak azok a napok, amik havasak, illetve intenzív esővel terheltek, azokon nem. Tehát gyakorlatilag a felmérés az utak hibáinak és a javítások is folyamatosan zajlik. A Magyar Közút Nonprofit ZRT fehérmegyei megyei igazgatósága mintegy 1300 km útkezeléséről gondoskodik. Amint azt Molnár István igazgató mondja, ők is folyamatosan kátyúznak az utakon. Az Iszkai út is a Magyar Közút Nonprofit ZRT Fejér megyei igazgatóságához tartozik. Itt hamarosan nagy munkálatok kezdődnek, az út Fehérvártól egészen kincses bányáig teljesen fel Két oldalt kiemelt szegét kap, két réteg burkolat megerősítéssel az aszfaltot megerősítjük, ugye az első 500 méter az átkelési szakasz, és itt gyakorlatilag egy zárt csatornás vízelvezető rendszer alakul ki, és az út is szélesebb lesz a jellegű 85-90-es szélesség helyett, mint egy 7 méteres burkolat szélesség fog kialakulni, tehát egy teljesen egy városias út fog ö, majd megépülni. A buszoblök is kiépítése kerülnek. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, a kivitelező kiválasztását követően várhatóan márciusban kerül sor a szerződéskötésre. A tervek szerint a munkálatok 180 napig tartanak majd, így várhatóan idén ősztél környékén már teljesen megújult úton autózhatnak a Fehérvár és Kincsesbánya között közlekedők.